próbál, nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír, pont mint egy ridikül. Köszöntöm Önöket, ez a Ridikül, napi női talkshow a Dunán minden hétköznap. Mai témánk, minden okkal történik. Akik ma elfogadták meghívásunkat. Tóth Vera, Artisius díjas énekesnő. Úgy véli, minden életszakasznak megvannak a maga traumái, amiben a szülők segítsége elengedhetetlen. Szerinte az embert nem csak a tragédiák erősítik, hanem a hozzáállás és annak feldolgozása, hiszen minden értünk történik. Judy, előadó művész, a Groovehouse együttes énekesnője. Szerinte a tragédiák folyton próbára teszik az embert, aminek pozitív hatásai is lehetnek, ez tőlünk függ. Számára kihívás, ha le kell győznie valamit. Egész életében az motiválta, ha valaki ezt nem hitte el. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, supervisor, a pszichológia tudomány kandidátusa. Úgy véli, vannak életfeladataink, amiket be kell teljesíteni, olykor küzdelmek árán. Az életöröm eléréséhez elkerülhetetlen a rossz megszűnése. A műsorvezető pedig Diósi Klári. Többször kezdte újra, és mégis mosolyog. Úgy tartja, sokkal több erő van bennünk, mint gondoljuk. Ezekkel a rejtett tartalékokkal pedig a legnagyobb bajban szembesülünk, amitől még erősebbek leszünk. Hölgyeim, parancsoljanak! Hát igyekszem én is a mai adásban megosztani a saját tapasztalataimat. Jó napot kívánok, mondok három szót, kitartás, küzdeni akarás és egyáltalán az akaraterő, hogy mennyire fontosak ezek, mert hogy életünk során kerülünk gyakran embert próbáló helyzetekbe. És hát mindig van valami plusz erő, ami azért tud bennünket segíteni és előbbre vinni. De vajon tényleg minden okkal történik? A mai vendégeim a tapasztalataikkal próbálnak majd segíteni. Hát hölgyeim, van az a mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít bennünket. Nagyon sokan elutasítják ezt, mert közhelyesnek tartják, de én mégis azt mondom, hogy ebben azért rejlik némi igazság. Hogy érzitek? Én úgy gondolom, hogy a közhelyeknek nagyon is helyük van az életünkben, és nem értek egyet azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy mert közhely, ezért nem fogadom el. Tehát ezek a közhelyek nem véletlenül alakultak szerintem az életünkben. És ennek vannak igazságai, ennek a, ez a nem öl meg, és ami nem öl meg, az megerősít mondásnak. Hiszen egyszerű, de mégis minden benne van. Tehát, de ez egy tágabb fogalom azért, szerintem. Tehát sokkal több minden van benne, mint amit hiszünk erről az egy mondatról. Úgyhogy én ennek abszolút helyt adok az életemben, tényleg, ami nem öl meg, az megerősít. De azért ez nem olyan egyszerű, tényleg. Sőt, ez szerintem sokszor eszébe is jut az embernek élete során, és ezt mondogatja. Nem tudom, hogy vagy ezzel, Judy. Hát mármint annak, hogy ami nem öl meg, az megerősít, hát egyértelmű, tehát azért sokszor felmerülnek ezek a mondatok bennünk, főleg, hogyha mondjuk egy olyan adott helyzetben vagyunk, amikor azt gondoljuk, hogy na most ez megöl minket, és itt a vége, és ebből nincsen kiút. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy pont az első nekifutás az ez, és ennek is olyan, hogy legyen, hogy a tragédiát meg kell, hogy élni, vagy ami éppen bennünk zajlik, és teljesen mindegy, hogy most ez most lelki eredetű, vagy éppen az én esetemben ugye egy autóbaleset, hát meg kell azokat az adott pillanatokat élni, és ennek biztos van egy folyamata, sőt nem biztos, most már így 18 év távlatában el tudom mondani, hogy van folyamata, tehát az első mindig az, hogy az ember azt érzi, hogy ez most itt a vége, nincs tovább, nem lehet túlélni, majd utána persze jön az önsajnálat, amikor sajnáljuk önmagunkat, hogy atya úristen, miért pont velem, miért így, és majd utána jönnek ezek az erős pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy hát nehogy már én nehogy már nekem ne sikerüljön, és akkor utána jön, de nyilván ez egy hónapok is lehetnek. Attól függ nyilván, hogy kinek mennyire nehéz az az épp adott szituáció, vagy milyen nehéz pillanatban van. Hát nyilván ez egy nagyon nehéz pillanat volt, és nekem ezek ilyen hónapok, évek voltak, mire eljött az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy na, én ebbe nyerni akarok, illetve gondolom az első perctől nyerni akartam, egyértelmű, de amikor igazán az érik meg bennem, hogy most mindent elhagyok, és minden kész, kizárok, akkor jött az az igazán küzdés, amikor na most meg fogom mutatni. Te azt mondtad, hogy kész, ott vége, azért na soha, velem biztos ezt nem csinálom. De ezt jó is, hogy mondod, hogy küzdés, mert szerintem ez a két véglet, ott, hogy megöl, vagy megerősít. Hosszú az út.
Nagyon hosszú az út, ahogy Judy is mondta. Annyira jó, Judyhoz kapcsolódom, hogy mindnyájan megéljük azt, hogy mikor ér minket egy olyan helyzet, ahol se kép, se hang, azt se tudjuk, mit csináljunk, be vagyunk szorulva, azt mondjuk, ja Istenem, és semmihez se tudunk valóban kezdeni, az a drámai pillanat az, amikor úgy érezzük, kész, hát ebbe belehalhatok, belepusztulhatok, és valahogy ez az érzés, hogy valami tragédia, meghalhatok, nagyon rossz történhet velem, ez az a fordulópont, és innen egy folyamat. Hát amit elmondtál, az egy csodálatos, lépésről lépésre követhető lelki út. Mert tényleg egy folyamat, amikor a katasztrófa pillanatában megáll az idő. És valóban, hát azt írja a pszichológiát, vizsgálatok vannak, hogy ilyenkor agyi folyamatokban változások történnek. Hogy hirtelen egy olyan fajta jobb agyfélteke dominancia, egy ilyen érzelmi agyi túlsúly jelentkezik, amikor egy ilyen drámai rádöbbenés, és nincs más, csak az élmény pillanata, és még annak a súlyosságát se lehet abban a pillanatban megélni, a ráocsúdás, ráeszmélés az, hogy mi történt. És akkor hát tényleg azt tanítja a pszichológia, hogy attól függ, mert mind megéljük kicsibe, nagyba, hogy valamilyen drámai történik, de hogy milyen hosszan hatott be, milyen erősséggel, és hogy mekkora nyoma maradt. Ugye ettől függ, hogy aztán ugye a te eseményedben egy olyan fajta drámai történés van, ahol neked valóban ebbe a folyamatba úgy kellett részt venned, hogy akár valóban lehetett volna a katasztrofális eredmény, hogy föladod. Igen. Hogy azt mondod, én nem küzdök meg. És hogy elfogadom, hogy az jön, ami jön, és akkor a sajnos a lélek az úgy működik, hogyha mi föntről azt az, mert minden a fejben dől el. Ha mi azt az üzenetet küldjük, hogy vége a világnak, akkor a szervezetünk önmagunkat. Kapja ezeket az üzeneteket, és akkor a hormonális rendszer minden teljesen ennek alárendelődik. Tehát ez egy folyamat. Ugye említettem, hogy ebben a műsorban azért én is elmondom a tapasztalatomat, és akkor mondom is az én személyes tragédiámat, ugye én elvesztettem a kislányomat, és azért értek el őke veled egyet, mert nekem ott akkor a pillanatban azt kellett eldöntenem, hogy akarok-e élni. Igen. És ez telt Igen. hetekig. Nem voltak színek az életemben, nem voltak jövőképek, hogy majd milyenné akarok válni, és hogy fogom túlélni a jövőben, akkor ezt a tényt nagyon nehéz volt eldönteni, és amikor az átbillent egy nagyon hosszú idő után, akkor kezdtem érezni, hogy igen, akkor kell felépíteni önmagamat. De nézzük, hogy a ti életetekben, ugye Judy most egy szóval említetted a saját balesetedet, de vera kezdjük veled, hogy mi volt az, ha egy volt, de ha több volt, az a mélypont, amikor érezted, hogy igen, el kell indulni, és valamiféle új képességek is kellenek ahhoz, hogy te túl tudjál azon lendülni. Nekem nagyon durván becsapott a villám, és egyik pillanatra a másikra gyakorlatilag ez egy ilyen, pszichológusok ismerik ezt a mondást, hogy egy ilyen depersonalizációs szindróma lépett föl, ami egy olyan állapot, amiben gyakorlatilag, tehát erőssége, több különböző erőssége van, de olyan kicsit, mint hogyha egy álomban lennék, mint a kívülről látnám saját magamat, és így éltem az életemet 13 hónapig ebben a búrában, és újra kellett tanulnom gyakorlatilag hogy azt, hogy én ki vagyok, és hogy mi az élet. Ez kicsit olyan volt tényleg, mint amikor a kómából az ember felkel, és megtanul járni. Vagy, tehát ugye teljesen a realitásérzék megszűnik. Reggel, este, délután nem tudtam megkülönböztetni. Azt hittem, hogy álmodom, mikor fent vagyok. Tehát kicsit olyan, mint hogy az ember megrészegítené egy jó bor, és az állapot megmaradna, ami egy ideig biztos jó lehet, de sajnos ez 13 hónapig folyamatosan, és szépen lassan nekem is pszichológus segítségével kellett ebből kimásznom. De ez az én testem reakciója volt arra a sok-sok önmagamtól való elfordulásra, amit évekig magammal csináltam, amit nem akartam meglátni, és ebből lett. Persze az én sztorim összetettebb, de hogy jóhéjba foglalva nagyjából ennyi, de ezt megélni nagyon-nagyon rémes volt, sőt, voltak olyan pillanatok, amikor én is azt hittem, hogy meghalok, és akkor jött az az érzés, az a feloldozó érzés, hogy Úristen, most akkor tudjátok mit, én a végigiekkel beszélgetek egyfolytában mindig, és mondtam, vigyetek el, most már tényleg elfogadtam, ez van, elengedem, nem hadakozom ellene, vigyetek el, mert ez egy óriás szenvedésekkel jár ez az állapot, tehát ugye az egész egy borzalmas dolog, de tényleg eljutottam arra a szintre, arra a pontra, az egyik nagyon-nagyon kemény éjszakámon, amikor azt mondtam, hogy jó, oké, lesz, aminek lennie kell, de tényleg én mindent megadom magam. Tehát tényleg, és innentől kezdve reggel fölkeltem, és könnyebb volt.
Már nem hadakoztam ellene. Ez, amit elmondtál, ez egy olyan tökéletes leírása az egzisztenciális krízisnek, ugyanis Tolsztojtól származik tulajdonképpen a szépirodalomból ennek az élményszintű első olyan leírása, amiben Tolsztoj, a híres, világhírű író, szembesült azzal egy nap, hogy merre tartok, hogyan tovább, na, ki vagyok az én. Bizony. És megélte azt, hogy egy vákumba esik. Most te elmondtad mindezt, a stációk, amiket elmondtál, ez ugyanígy már nem is annyira kiégés, hiszen nem az erőid haltak meg, vagy ürültek ki, hanem a céljaid, meg az élet értelme, meg hogy ki vagy te. És hogy ez a, ha valaki ezt megéli, akkor hát nekem Viktor Franknak az a mondása jutott eszembe, hogy ő is híres pszichológus, sokat megélt, koncentrációs tábort is túlélt, azt mondta, a szenvedésnek akkor van értelme, ha általa más ember leszel. Ez egy olyan nagyon szép, gyönyörű mondás. Mert a szenvedés olyan valóban, hogy ki szinte, mint a gyémánt a szénből, hogy a legjobbat tudhatja kihozni az emberből, feltéve, ha ott van valaki segítség. Tehát, hogy megkaptad a segítséget, ezért túl azon, hogy a fordulat bekövetkezett, mégiscsak valahogy rátalálhattál arra a célra, amin aztán te önmagad mehetsz tovább. És hogy ezért ez, hogy te ezt így vállalod, és mindenki előtt elvállalod ilyen nyíltsággal, én őszinte tisztelettel vagyok. Nagyon köszönöm. De néha azért ez az őszintesség, ez tehát hosszú távon kifizetődő, de én azt gondolom, hogy rengetegen szenvednek ebben a fajta elszemélytelenedésben, és nagyon fontos volt, hogy azok az emberek, akik ebben szenvednek, és nem tudják, hogy merre, tehát az élet értelmét elveszíteni, az a legrosszabb dolog, ami történhet velünk, illetve nem úgy, hogy lehet, hogy a legjobb dolog, ami történhet velünk, mert utána magunkra találhatunk, de nagyon sok, tehát egy alkati kérdés, hogy ki hogyan találja meg az élete értelmét, és mennyi idő alatt, tehát ezért mondtam az elején is, hogy a hozzáállás nagyon fontos, hogyan és mennyi idő alatt de akarjuk jó, ezt. Hogy mondod például az időtényezőt, mert ha Judyra gondolok, akkor hát nem elég, hogy ott van egy majdnem tragédiába torkoló baleset, és azon túl kell valahogy magadat építeni, hogy te abban nem haltál bele, és a határán mozogtál, hanem neked folyamatosan, ugye az arcod tekintetében mindig egyfajta megpróbáltatás került az életed során. Ezzel én nagyon küzdöttem, hogy ha szép vagyok, akkor belül is szép vagyok. Ha belül lennék szép, akkor biztos kívül. Tehát ez ilyen, vitatkoztam önmagammal, hogy mi a jobb, ha látom a tükörképemet, és ha belenézek egy tükörbe, és látom, hogy nem szép, abban pillanatban összeomlok. Hát ezért ugye nyilván én tükrök szerelését is elintéztem otthon, tehát én tükröt azt nem akarom, mert túl közeli volt az emlék, hogy milyen volt régi, milyen a most, és nagyon-nagyon nagy volt bennem az összehasonlítás, ami ugye hasonlítok apukámra, hasonlítok anyukámra, ez ennek a vonása, annak a vonása. Nyilván az ember ezeket nem tudja úgy nézni a tükörbe, hogy jaj, anya, nézd meg most a mosolyom, mert most itt elvágták az arcomat, ott nincs az a gödröcske. Szóval rengeteg olyan dolog, amivel az ember úgy mond, ezt muszáj, hogy ezt elmondogassa magának, és kimondja ezeket a végülis fájdalmak, hihetetlen nagy fájdalom volt, inkább mire rájöttem arra, hogy először nekem ez belülről fáj jobban, az egy dolog, hogy fizikális, és minden, hogy hát nyilván fájnak a műtétek, tehát az, hogy az ember 12 órás műtét után nem érzi a fél arcát, és ez így is marad, és ez mai napig is zsibbad az ember arca, ma már ez nagyon jól tudok vele létezni és élni, és nagyon megszoktam, és már nagyon jól tudom, melyik a jó profilom, melyik a rossz profilom, hogy tudok mosolyogni, ha kéri a fotós, hogy azt mondja, akkor most ki a fogakkal, na, az nálam nincs, mert hogy a fél arcom ugye azért másképp működik, mint a jobból, tehát ami nem sérült. Szóval ezekkel megtanultam élni, és én éreztem azt, hogy ezeket meg lehet tanulni, és el is lehet felejteni, és lehet attól még szép az ember, persze. De ehhez kellettek az orvosok, akik ugye szembesítettek, mikor odavittem a fotómat, hogy na, ez vagyok, ilyet kérek. És mondták, nagyon jó, na akkor ezt dugjam el a fiókba, mert ilyen soha a büdös életben többet nem lesz. És ez azért, Emőke, bocsáss meg, hogy az arc az olyan, mint a nevünk, nem? Tehát hát az egy ilyen, ez egy annyira jellegzetesség, hogy ez még plusz azért lehet nagyon nehéz. Ez nagyon igaz, mert hogy a név
és az arc az, ami talán legelőször, amikor az öntudatlan létből valahogy kicseperedünk, és ráébredünk arra, hogy mi vagyunk valakik a világban, benézünk a tükörbe, és az a felismerés, hogy ez vagyok én, és ahogyan megtudjuk, hogy ez a valaki, akit ott látsz a tükörbe, ez te vagy, és kimondjuk azt a királyt, hogy én, és ugye a nevünk, ami úgy kötődik hozzánk. Ez a két dolog, az identitásunknak a gyökere, az énünknek szinte a gyökere. Na de csak az, hát arra fölhívnám a figyelmeteket, hogy milyen fantasztikus is az, milyenek vagyunk, mind ilyenek vagyunk. Hogy annyira számít az, hogy valami másságot érzünk az önmagunkhoz képest, csak egy példa, mert biztos mindenkinek volt olyan, hogy a foga esetleg, vagy csinálták, vagy valami, és akkor úgy gondolta, hogy most nagyon úgy kell viselkednem, észre ne vegyék, mert hogy mindenki azt nézi. Szóval a másság, amit szubjektíve érzünk, ad nekünk egy olyan félelmet, hogyha nem vagyok ugyanaz, mint önmagam, akkor az egész világ észreveszi, és akkor le vagyunk leplezve. És hogy ezért az, hogy te így megküzdöttél, én annyira örülök, mert ezek a beszámolók mind üzenetek azoknak, akik hallgatják, hogy milyen megküzdési útjaink lehetnek, és hogy valóban mi az, ami segít. Például ugye te most mondod, hogy az a belső meggyőződés, hogy te ezzel megküzdesz, és a küzdelemnek ez a bizonyos sikere, öröme, igen, és hogy ne sajnáljon senki. Mert hogy attól a pillanattól, hogy magad már nem sajnálod, már nem akarod, hogy valaki részvétet érezzen. Mert ugye a részvétérzése te szegény, az a gyöngességünknek az üzenete. Erős vagyok, mit tudok megcsinálni, akkor megteszem, ami tőlem telik, de ezt ki kell próbálni magunkat. És ez, hogy összeszedni magunkat a romjainkból, na ez a fordulat az, amiről mindketten beszéltetek eddig, és ami olyan csodálatos. Hát azt gondolom, hogy ezért ez ad egy önbizalmat az embernek, amikor már persze túllendült, mert én is úgy élem meg a tragédiámat, hogy nekem minden nap ezt újra kell kezdeni. Tehát én nem hiszek abban, nem tudom ti, hogy élitek meg, hogy ezt le lehet tenni, meg ezt valahova a kis lelkem sarkába. Nem, én minden nap újra kezdem, én minden nap gondolok például az Adélkára, és így kelek fel, csak meg kell tanulnom vele élni. De az én önbizalmam az egy teljesen más szintre helyeződött, miután ezt megtettem. Tehát változik az ember életében, ezt megtapasztaltátok? Én nem tudom, amikor nekem ez elmúlt, és úgy éreztem, hogy na, most akkor egyben vagyok, és nem vagyok kész, persze nem vagyok kész, mert az ember sosincs kész. Igen. De én örültem, tehát én örültem magamnak, hogy én vagyok, és túléltem. Tehát, hogy boldog voltam attól, hogy látom magam a tükörben, és már nem idegent látok, hanem egy nőt látok, és akkor rengeteget terápiáztunk arra, hogy kit látok a tükörben, amikor ugye volt ez az állapot, és volt, hogy egyszerűen olyan hülyeségek jöttek ki, hogy mit tudom én, nem látok semmit, ha nem nézek le, és látom a mellemet, és onnan tudom, hogy nő vagyok, egyébként nem érzem, tehát én nem éreztem azt, hogy nő vagyok, azt sem éreztem, hogy férfi vagyok, néha azt éreztem, hogy csak egy otromba nagy, nem tudom mi vagyok, tehát hogy egyszerűen ezből az állapotban, amikor az ember belenéz a tükörbe egy idő után, és azt mondja, hogy igen, szép vagyok, és ez én vagyok, és eszébe jut az ebből az állapotból, hogy olyan jó, hogy túl vagyok rajta, hogy túléltem ezt az egészet. Ez egy akkor igazából neked most lett önbizalmad ezzel. Hát igen, ez olyan 4 éve történt, úgyhogy az elmúlt 4 évben hullámzó, persze mindig visszajön néha egy kicsit erősebben a gondolat, hogy volt ilyen, és akkor az ember egy picit elkezdi magát sajnálni, de ezt az állapotot nem szeretem hosszú ideig tartani. Tehát, hogy... Szóval azért csak hallgatlak benneteket, és mégis arra gondolok, valami fontosat kihagyunk, mit? Azt, hogy igen, egyedül nem megy. Az, igen, hogy mi eleve kapcsolatba születünk, kapcsolatból kapunk erőket, és hát ez tényleg, ugye, akinek van kiért, miért élnie, ugye ezt is Viktor Frankl üzente, az szinte minden hogyant elvisel, mert van egy cél, van kiért, van miért. Ha neked van miért, mert egy Isten áldotta tehetséged van, és hogy sokan ezért sok örömöt kapnak tőled, és te ezt így tudatosítod. És hogy mindaz, amink van, nagyon hát az egy olyan, amit nem véletlen, hogy kaptunk, és ez, hogy elfogadni, hogy az, amink van, azt kaptuk, és azzal gazdálkodjunk, de ha van kiér, van miért, akkor biztosan van életkedvés értelem is. És ez olyan jó, mert a Sóskerék című dalomban pont ez az egyik mondat, hogy van kiért, van miért.
Igen. És akkor ilyenkor milyen szép, hogy a zeneiségetekbe is beleviszitek ezeket a dolgokat. Mert lehet, hogy azt mondják, hogy szomorú, de közben meg tényleg elgondolkodik az ember a mondani valón, és már tudtok segíteni. De például, Judy, bátrabb lettél egyébként ezzel az egész? Hát mindenképp pont ez az előző témához, hogy önbizalom, nyilván nekem, tehát nincs önértékelési problémám most már, egyáltalán nincs. Tehát meg tudok állni egy gyönyörű nő mellett, és ugyanolyan szépnek tudom látni magam, tehát nekem ezzel nincs, egészséges az önkritikám, úgy érzem, hogyha valamit segített, ez mindenképpen, tehát ha valami félelem van bennem, az semmiképp nem a szépség, külsőség, semmi. Ha hízok 10 kilót, jó van, akkor elmegyek, tudom, hogy lefogyni le fogok tudni, azért tudok tenni rengeteget. Annó azért, hogy az arcom összetört, és a szépségem oda veszett, annó 18 éve, ez gyakorlatilag az sok mindenem múlt rajtam, múlt az orvosokon, az épp orvostudományon, az épp technikán, amivel, tehát annyi összetevője volt annak, hogy mit fognak összegyúrni. De az, hogyha történik akár lelki, akár bármilyen dolog az életemben, azért én lemegyek az edzőterembe, most épp egy dietetikushoz járok, és fogytam 7 kilót, és nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, mert ezt imádok enni, és vagy mondjuk nekem kihívás a gyereknevelés, amiről az előbb is beszéltünk, na nálunk az, hogy elesik, jó van, na majd feláll, kész, tehát nálunk nem mimóza a gyerek, de ha valamit ebből az egészből kihoztam, a bátorságot, hihetetlen bátor embernek tartom magam, tehát a színpadon, ha van bármi, amitől félek, az talán a tudás, amiben mögöttem, vagy amiben még tudnám magam fejleszteni, de ezért is tudok tenni, tehát rengeteg minden. Szóval Isten igazából, tehát valójában én így tudtam ezeket a dolgokat legyűrni, ezeket a tragédiákat. Érdekes, amit mondtok, hogy kibe kapaszkodik az ember. Én az Adél betegsége kapcsán nagyon megtapasztaltam, hogy eltűntek körülöttem az emberek. És mivel megváltozott, ugye ő leukémiás volt, és ezáltal a gyógyszerektől ő neki a külseje is megváltozott, és akkor kezdtek el, mintha valami fertőző betegsége lenne a kicsinek. És én akkor azért úgy voltam vele, hogy jó, akkor magamra maradtam, és amikor a tragédia megtörtént, én akkor is magam akartam már maradni, és azért nézek rá Ádám őke, hogy nem tudom, hogy ez egy normális folyamat volt-e, és én viszont el is utasítottam mindenkit nagyon-nagyon hosszú ideig. Tehát sem szakemberhez nem mentem, és aztán volt egy pont, hogy össze fogok roppanni. Persze, de a katasztrófa helyzetnek egy mindnyájunk lelkében zajló törvényszerű folyamata, a totális kétségbeesés, a magunkba hullás, amikor úgy érezzük, hogy végtelen, jeges hideg vesz körül, és fényévnyi távolságban vagyunk mindenkitől. Ez az, amit az ilyen állapotokban mindnyájan megélünk. Az onnan jön abból az érzés, hogy nincs segítség, ki segíthetne, senki, és ez a visszahullás önmagunkba, ez az izoláció, ez nagyon veszedelmes, és amikor ugye arról beszéltek, hogy elmondani, igenis az elmondás, egy Hermann Imre nevű világhírű pszichoanalitikusunk mondta azt, hogy olyan jelentősége van annak, hogy mondd el, mondd és újra mondd el, mert hogy ezzel szinte azt az egész gócot, amit magunkba gyűrt ez a fájdalom, kétségbeesés, tudjuk állandóan csökkenteni. Mindig egy kicsit tudjuk csökkenteni, mindig kisebb ez a góc, ez a lelki góc. Valójában ez a traumának ez a lelki súlya, amit így a sok elmondás. Hát biztos voltatok ma, hogy valakit ért egy valami, akár micsoda olyan esemény, például egy ilyen nem katasztrofális kimenetű, de egy valamilyen baleset, egy koccanás, vagy egy valamit látott, valami tragédiát, és nagyon megülte a lelkét. Elmondta ennek, elmondta annak, elmondta amannak, hogy történt. Miért mondjuk el annyiszor? Uh-huh. És tényleg elmondjuk, elmeséljük, ha valami történt. Azért, mert a léleknek van egy ösztönös, mint egy kikívánkozás, hogy hagyosszam meg. Uh-huh. Muszáj múltá tenni. Múltá tenni, de nem úgy, hogy elfojtjuk, mert az elfojtás olyan, hogy nem akarok rá gondolni, nem beszélek róla. És akkor hova zárom? Hát ugye a tudásától megbírok szabadulni valaminek, de a feszültségétől nem. Jól letemetem a feszültséget a testembe. És akkor elkezd lázadozni a testem, és testi beteg leszek. Szóval ezek olyan törvényszerű folyamatok, olyan jó, hogy minél inkább minél több ember ismerje meg, hogy a te lelked, az enyém is mindig működik. Szóval akkor szükségünk van azért sokkokra, ha nem is tragédiákra.
És hát Selye János megmondta, hogy kell a stressz, a hát pozitív jó, stressz, arra hát mindenképpen hát szükség van. Hát de mi nők beszélgetünk itt, és vajon a férfiak ezt, bárki bármit gondol, mondhatjátok ti is, nem csak evőke, szóval a férfiak ezt máshogy élik meg az ilyen traumákat? Nehezebb dolguk van a világban. Azért van nehezebb dolguk, mert az, hogy a bal agyfélteke a domináns, a vezető, meghatározó a gondolkodásukban, a viszonyulásukban, ez egy olyan döntő különbség férfi és nő között. Nehezebben mondják el, ha valami bajuk van. A szocializációban azt tesszük kötelezővé, hogy katona dolog, ne is sírjál, ne is panaszkodjál, nem is tudják úgy igazán kifejezni, elmondani. És ezért, hogy érzések, hogy beszorult mindenfajta indulat, harag, meg mi megjelenjen, hát ez náluk vagy ilyen lökésszerűen jön, mert annyira visszafolytják, hogy kuktafazék effektusnak is nevezük, egyszerre robban ki, de általában nehezebb. És ezáltal könnyebben elfolytanak. És ha elfolytanak, az lényegében azt jelenti, hogy bedöngölöm a szervezetembe azt a feszültséget, és abból csak rossz kimenetel lesz. Nem hiába kérdeztem ezt, hiszen most jön egy fiatalember, aki a szülei példáján megtanult, hogy soha nem szabad feladni a küzdelmet. Jöjjön a férfi! Torres Dani, énekes! Szerinte a sikerek és a problémák is ugyanúgy részt vesznek abban, hogy többé tegyék a személyiségünket. Édesanyjától nagyon sokat tanult a kitartásról és a küzdelemről. Fogadják őt szeretettel! Örülünk, hogy itt vagy velünk, hallgattad is a beszélgetést. Természetesen. Próbáltunk hogy oda kanyarodni, hogy értelmezzük, hogy egy férfi agy mondjuk hogyan működik. Egyet értesz ezzel, hogy más? Nekem pillanatnyilag semmi bajom nincsen, soha nem is volt. Annak örülünk. Sokkal egyszerűbben működünk elvileg, illetve ezt nagyon szeretik ugye mondani, hogy a férfiak agya egy dologra összpontosul. Ez abban a tekintetben igaz, hogy nem vagyunk multifunkcionálisak. Tehát vagy egy dologra áll rá az agyunk, és akkor képtelenek vagyunk más dologra gondolni, csinálni, stb. De ugyanúgy nekünk is megvannak a problémáink, mi is tudunk teljesen depresszióba esni, vagy és hullámzani. Tehát... Akkor leegyszerűsítem a dolgot. Inkább rációval működsz, tehát a racionalizmus az úgy előrébb van, vagy azért, hát egy férfinek is vannak érzelmei. Ó, hogy a fenében elindulnak. Ez is egy nagy általánosítás, amikor szoktak mondani, ugye, hogy a férfiak csak és kizárólag a hideg logikával gondolkodnak. Ezért vagyok kíváncsi rád. Így van, ez részben igaz. Főleg, amikor egy olyan szituációval szembesülünk, amit képtelenek vagyunk megoldani azonnali hatállyal, akkor hát ugye megpróbáljuk elemezni. Megpróbáljuk kiválasztani azokat a legjobb lehetséges megoldásokat, ami ugye arra vezet, hogy ezt a szituációt elkerüljük, illetve megoldjuk. De természetesen, hát hogy a fenében ne, nekünk is vannak érzelmi döntéseink. Hát nekem jó pár telefonom, illetve tányérom bánta ezeket az érzelmi döntéseket. Úgyhogy igen, képesek vagyunk. Ez aranyos. Itt azért beszéltünk a lányokról, hogy mi volt mondjuk az a mély gödör, ahonnan aztán úgy fel kellett állni. És én azt mondtam az előbb, hogy a szüleid példájából te nagyon sokat tanultál. Mi ez? Valóban így van. Hát egy olyan mély gödörbe került édesanyám, ugye, ahonnan igazából nagyon-nagyon kevesen állnak föl. Sőt, tehát tényleg a legritkább esetben, ugye édesanyám túlélt egy rákot. Ő, amikor mi kint voltunk Ecuadorban, ő ugye megkapta a rákot, és 88-ban azért költöztünk tulajdonképpen haza, hogy hát édesanyám itthon... Ugyanel, vagy ne. Nem? Tehát konkrétan ugye neki ott 3 hónapot jósoltak, vagy 4-et. Hazajöttünk, és akkor viszont hozott egy óriási döntést, méghozzá azt, hogy nem vagyok hajlandó eldobni, illetve elengedni az életemet, mert van egy kisfiam, akit föl akarok nevelni, és teljes váltással, teljes életmódváltással, édesanyám igenis fölállt ebből, és a mai napig tökéletes egészségben tudunk. De ahogy Dani is mondta, szerintem mindenkinek van egy pont,
ahonnan el kell indulni. Nem tudom, hogy vagy pedig folyamatában látjátok ezt a fejlődést, de van azért szerintem mindig egy ütős dolog, vagy emőke, nem tudom. Krízispontok vannak, krízisfázisok, krízispontok, és ez például ez a döntés, ahogyan édesanyja azt mondta, én a fiamat fel akarom nevelni. Ez egy olyan intenzív, erős céllá vált. Ma az boldogság pszichológia tanítja azt nekünk, hogy határozd meg a célodat, merre akarsz tartani, tedd rá minden hitedet. A hit az lényegében a reménység tápláló ereje, hogy minden nap újra azt mondom, de ez így fog történni. Nem tudhatjuk, te se tudod én se, hogy mi történik, de ha az belső erők azt üzenik, hogy ez így fog történni, akkor a szervezet, mint a szolga, egyesíti az erőit és szolgálja ezt a gondolatot. És ezért például a gyógyulásban alapvető. Én, mint gyógytornász tanultam meg a pályám kezdetén, mikor még nem voltam pszichológus, ugye azért mentem pszichológiára, mert végképp nem értettem, hogy lehet az, hogy egy pici műtét után nem és nem akar javulni, és pedig minden segítséget megkap valaki. Vagy fél tüdő csonkolás volt, hát kontoljunk bele. És az illető, a vitálkapacitása, a levegője, szóval csak csodálattal néztem, hogy gyógyul, miért? Mert volt kiért, miért akart élni, és ez az élet akarat, életbátorságnak is nevezi egy Tillich nevű filozófus, és én úgy szeretem ezt a fogalmat, életbátorság. Hogy ki ad nekem bátorságot, az a hit és meggyőződés, hogy merre akarok tartani az életbe, kiér és miért. Önmagamért nem állok talpra, csak akkor, hogyha valaki számára fontos vagyok, vagy valamilyen cél számára fontos, hogy éljek. Amit én látok és tapasztalok ugye az életben, hogy nagyon sok ember konkrétan viszont belesüpped ebbe a történetbe, hogy más valakiért él. És ez ugyanakkor szerintem bevonz egy borzasztó nagy hibát. Mert mindenki azt mondja, hogy föláldozom önmagamat valakiért, és ez nem szabad. Ezt egyáltalán szerintem én ezt a szót sem szeretem, hogy feláldozni. Nem tudom, igaz. Mennyire vagytok így azért ezekre. Az ember ilyenkor érzékenyebbé válik. Inkább kis kompromisszumok kellenek, nem? Tehát inkább ezek vannak, hogy nem a teljes feláldozás, mert tényleg ez önmagunktól való menekülés igazából. Ha valakiért teljes mértékben fel akarjuk áldozni magunkat, az egy... Nem akarunk magunkkal foglalkozni, nem vagyunk fontosak magunknak, ez rengeteg önértékelési zavar. És a másiknak is terhes lehet. Igen. Igen, mert valószínűleg ezt megérzi az is, akiért tesznek. Szóval ezt azért nem lehet elpalástolni, és az egyéniségedet nem tudod kívánni. De ez valahol egy kapaszkodó, tehát annak, aki most az anyukád, aki beteg volt, vagy nekem mondjuk nagyon nagy kapaszkodó volt, hogy bevittek a kórterembe, és a kórterembe igazából azt láttam, hogy... mit tudom én, akár daganatos betegek, tehát sok olyan betegek, akik igazából tényleg az orvosok kezében vannak, hát nyilván is önmaga kezében egyértelmű, csak nagyon sok kevesen fedezik fel, hogy önmagad tudsz a legtöbbet tenni saját magadért, de ez nagyon kevés embernek jut el, mondjuk legalábbis, ahogy észrevettem a kórházba, hogy most már bölcsebben állok hozzá, és láttam, hogy nagyon sokan feladták, és az orvost hívták, és próbálták, hogy történjen valami, de nem feltétlenül, tehát ahhoz ő is kellett, de nekem ezek egy hihetetlen nagy kapaszkodók voltak, hogy na most hát ő ott fekszik, azt mondták, hogy egy hete van, vagy egy hónap, tök mindegy, és én itt vagyok, van kezem, van lábam, lehet arcom nincsen, és lehet, hogy még 38 kiló vagyok, és még nem tudok járni, még, de vannak céljaim, és lesz jövőm, és egy lehetséges út előtted áll. Igen, tehát kapaszkodtam akár a zenébe, akár azok az emberek, akik ott láttam, hogy félholtak, vagy nem tudom, hogy mit. Tehát ezek való egyfajta, nekem legalábbis egy kapaszkodó volt, hogy van rosszabb, mint az én helyzetem. Bár az orvos azt mondta, hogy az én állapotom nagyon-nagyon rosszabban a kórteremben, tehát azért ne gondolja. De én mégse éreztem, hogy én vagyok a legrosszabb állapotban. Ez hihetetlen volt. Szerintem egyébként én mindig azt mondom, hogy az első megérzésekre sokkal-sokkal jobban kellene támaszkodnunk, mert hogy pont ez a baj, hogy mindig megmagyarázzuk, hogy az nem lesz jó. Tehát magunk ellen vagyunk, és ez nagyon fontos, meg visszatérve erre a függünk valakitől, vagy illetve feláldozzuk valakinek magunkat, hogy hányszor látok olyat, meg nekem is volt ilyen, hogy feláldoztam magam, majd azt éreztem, hogy ő tartozik nekem azzal, tartozik nekem azzal, hogy viszonozza ezt a, tehát hálás
És ha nem teszi meg, akkor az egész világ egy szemétláda, és innentől kezdve mindenki menjen el a fenébe. Nem, tehát, hogy ez. És akkor egy érzelmi függőséget alakítok ki a másikkal, és ezzel egy lelki terrorban tartom azt, akivel vagyok. Tehát ezt nem várhatom el senkitől, és ennyi igazából. Jó, de először az ember haragszik az egész világra. Ajaj, tehát, hogy miért pont velem, miért engem ért ez a csapás, mikor én egy olyan jó szívű vagyok, és hogy mindenkinek odadom mindenem. Hát tehát volt, én is elmondok egy ilyen mondatot, hogy én mindig mindenkinek segítek. Sőt, nekem apukám is mindig ez, hogy én nem tudom belehalni, hogy én olyan jó szívű, mindig azt mondta, ez lesz a teveszted, ez lett. És ez igazából az egy külön történet, hogy te jó szívű vagy, és akkor jó, hogy tovább kell lépni. De egyébként egy pillanat, akkor jöttem arra rá, hogy én bennem mekkora erő lakozik, amikor gyakorlatilag pont az orvos mondta a korteremben, hogy itt nekem a legrosszabb a helyzetem, és én azt éreztem, de ha akkor ennyire rossz az én helyzetem, akkor ezt miért nem érzem? Vagy amikor a pap feladta az utolsó kenetet, nem értettem, hogy most feladta az utolsó kenetet, de most mit dumál ez itt nekem, mert én nem látok semmit, nincsenek angyalok, nem akar senki elvinni, nincs sötét luk. Egyszerűen azt éreztem, hogy akkor lehet, hogy már elindultam azon az úton, mint Doroti a sárga úton, hogy biztos vagyok benne, hogy van jövő, és lehetséges, hogy nekem nem az a vég, amire ők azt gondolják, hogy a vég. Tehát a szervezetem ellenkezett azzal, amit ők, tehát amikor azt mondták, hogy fél év lesz, amit itt fogsz tölteni, akkor ezt két hónapban kiengedtek. Nem értették. Szóval. Ez milyen... Bika voltam. Ez számomra azért is érdekes, amit most Judy mond, hogy ellenkezik, mert amikor a Dani, ha megfigyeltétek, beszélt az édesanyja betegségéről, a halálszót nem tudtad kimondani. Megfigyeltétek, hogy kerülted? Mert elutasított, nem tudom, hogy kerestél egy jobb szinonimát, vagy pedig mert elutasítod ezt a dolgot, mert annyira pozitívan próbálsz a dolgokhoz állni, és ezáltal nem tudom, hogy ez... Amit kerestem, és amiért megtorpantam egy picit, mert nem szeretem a halálszót. Én sokkal jobban szoktam úgy erre gondolni, hogy hazamegyünk. Uh-huh. Tehát, hogy ugye... Erre is vannak ugye filozófiai irányzatok, hogy most jelenleg tulajdonképpen egy illúzió világban élünk, és egy bizonyos behatárolt illúzió világban élünk, és igazából majd akkor fog kinyílni a szemünk, amikor. És hogy az embernek sokkal nagyobb stresszt okoz a megszületés, mint a halál. Általában a halált észre sem szokták venni, ezt szokták ugye mondani. De most tényleg nem akarok ebbe belemerülni, csak ezt akartam felvázolni, hogy én ezért nem szeretem azt, hogy halál, vagy egyáltalán. Tehát igazából nekünk nagyobb elengedés, és nekünk rossz az, hogy el kell engednünk. Igen, akik itt maradunk. Félünk attól a semmitől, amit utána, tehát nem attól félünk, nem a haláltól félünk, hanem mi van utána. De egyébként én mindig azt szoktam, már bocsánat, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy igazából ez is egy kőszely, de nálam már kialakult ez a fogalom, tehát egy újjászületésben voltam benne én akkor, amikor velem az a depersonalizáció, derealizáció egyszerre érkezett, és úristen, teljesen kész voltam. És én akkor olvastam egy könyvet, és abban volt egy nagyon jó mondat, hogy a halál adja meg az élet, és az élet pedig a halál értelmét. És akkor vált nekem teljesen bizonyossá az, hogy igen, tehát ez a halálom, ez valaminek most a kezdete kell, hogy legyen. Tehát, és hitünk szerint, amikor tényleg valóban meghalunk, persze mindenki hite szerint képzeli a mennyországot, a mindent, meg a szóval, de én hiszek abban, hogy például most meghalt egy nagyon kedves barátom édesanyja, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy elhamvasztanák, és beletennék a földbe, és rászornának magukat rózsafa, vagy ráültetnének egy rózsafát, mert hogy ő rózsafaként szeretne tovább élni, és ez így is lett. És valahol mi a földben tovább élünk, tovább megyünk, és ezért értem azt, hogyha valaki a halászót például nem meri kimondani. Én évekig féltem, annyira féltem a haláltól, hogy majd rágondoltam, és azt mondtam, hogy itt minek élünk, ha egyszer meghalunk. Tehát, hogy ez, és akkor én valahogy így átformáltam ezt magamban, és ez a kis rózsafás sztori, ez például nagyon jó. Ez erő. Annyira bölcs dolgokat mondotok tapasztalati alapon, és a pszichológia odáll, és azt mondja, hogy bizony ez így van, mert hogy hitünktől függ,
hogy életfélelem, halálfélelem, hogy dolgozik bennünk. Azt mondja a pszichológia, ha félsz az élettől, félsz a haláltól is. Ha az élettől nem félsz, és tudod, hogy végigjársz egy utat, és ennek vége van, akkor nem tör rád úgy a halálfélelem. Ez az egyik megérzésem. A másik meg az, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol azáltal, hogy ki van takarítva belőle a túlvilági hit, vagy bármi olyan, ami a szakrális terület, ki van gyilkolva. És ezért hát vannak hívő emberek, Isten hívő emberek, mert minden ember tud hinni, hát ez éltet minket a hit. De a vallási hit az egy filozófia, egy meggyőződés, amiben biztosan tudja az illető, a hite erősíti meg, hogy van tovább. És egyébként meg szeretném azt mondani, hogy igenis van tovább, mert akinek gyereke van, az a génjeibe már örök életű. Mert az már tovább megy. Van örök élet. De azért nekem azt kellett például felismerni, hogy én magamba higgyek. És amikor megkérdezik, hogy mibe hittél, meg hol volt a kapaszkod, akkor mondtam, hogy magamnak, mert én akartam mondjuk tovább persze, élni. Szóval ez egy nagyon érdekes, de a hit az kell, hogy teljesen valamiben mindenképpen hinni. De ugye honnan jön a hit? Mert azt is magunkévá tesszük. Mert hogy azért, ugye, amivel születünk, azok csak lehetőségek. Mindent a környezet táplál be, és mindent egy anyai szeretet, egy szülői gondoskodás, a bizalom, hát nem tudnék bízni senkibe, ha nem lett volna egy olyan édesanyám, neked is, nekem is, bizony, aki elhitette velem, hogy én értelme van az életemnek, én vagyok az élet közepe, mert úgy szeretett, mert úgy szeretjük a gyerekeinket. Ezek azok, amik a hiteket betáplálják. És nagyon fontos, hogy a hit rendszer fölépüljön bennünk. Igen. És ez a halálnak, ez a fajta ellenséges viszonyulás hozzá, ez ugye a kórház is milyen rettenetes, hogy elkülönítik a haldoklót, igen, hogy nem ahelyett, hogy lennének körülötte emberek, és fognák a kezét, és azt mondanák, hogy kísérünk, amíg lehet, de most már indulj el az úton, ahelyett magányosan, és az ember belehal a magányba. Mi vele születetten társas lények vagyunk, és ez muszáj tudomásul vennünk, hogy egyedül nem megy, és hogy szükségünk van valakire. Ez így van. Viszont alapvetően én csatlakozom ahhoz a gondolathoz, hogy ám bátor ugye van hitem, vagy nincs hitem, ugye a nagy öreghez való viszony. Ez igazából nem is lényeg. Az a lényeg, hogy önmagunkban tudjunk tényleg egy olyan egységes, pozitív képet felépíteni, ahogy mondtad, hogy a hit ezt vagy többé teszi, vagy pedig egy összeomlott ember hittel az ugyanúgy összeomlott ember lesz. Tehát mindenképpen kell, hogy akár a hittől, vagy akár a hittől függetlenül önmagunkban legyünk egy darab egység. Ne egy fél ember, bizony, ne egy negyed, hanem egy egész építő kocka, ami aztán tud segíteni más építőkockának is, vagy lehet alapzata valaminek, vagy lehet a csúcsa valaminek. Leső kapaszkodók megépítése, így van, ez nagyon így van, fontos. Tehát önmagunkban legyünk egészek. És teljesen mindegy, hogy most hit, vagy hittel, vagy hit nélkül. Persze, de életünk során rengeteg minden elgondolkodtathat bennünket, nem csak a saját sorsunk. Te játszol ugye egy darabban, ahol a főhős például egy pszichiátriára kerül. Biztos, hogy nagyon komoly mondani valója van, hogyha egy picit össze lehet ezt foglalni, és hogy ebből is tanulhattál akár ebből a karakterből. Hát tulajdonképpen annyit megtanultam, hogy ne próbáljunk élni. Ez is egy tanulás. Hát így van, tulajdonképpen egy szerelmi háromszögről szól maga a történet, ahol miközben próbálja visszaszerezni a feleségét, beleszeret a dokinőbe, természetesen most a csattanót nem fogom elmondani, mind a három elmebeteg. Tehát nem normálisak. Nem normálisak, úgyhogy a legfőképpen tényleg azt tanultam meg, hogyan ne álljunk hozzá történetekhez. Főleg úgy, hogy ott ebben a szituációban ugye a megoldás az volt, hogy valakit majdnem kinyírt. Ami nem... Teljesen életszerű ez. Teljesen életszerű. Manapság, amikor megtörténik. És egyik sem egész. Mindegyik függ a másiktól. És itt van a legnagyobb lényeg, hogy egyik sem tud önmagában megélni, hanem mindig visszanyúl valamelyik karakter, másik karakterhez. Uh-huh. Amúgy nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha teheti, menjen el úgy utazni, amit én nagyon szeretek megcsinálni, hogy menjen el úgy utazni, hogy megveszi csak a repülőjegyét az adott desztinációhoz, és onnantól kezdve full egyedül, onnantól kezdve, kezdődjön egy kaland. Csak én önmagam vagyok. Nincsen senki, aki megmondja nekem,
hogy most akkor balra menjek, vagy jobbra menjek, nincsen megszabott órarend, nem várnak ott a reptéren, hanem tényleg az ember kimegy, és akkor innentől kezdve az én saját döntéseim egy full vadidegen országban hozzák el azt nekem, hogy milyen kalandokba csöppenek, vagy milyen helyekre vetődöm. És ez óriási érzés. Ez óriási érzés, mert igazából... Párosan voltam ilyenben, de most már gyerekkel nehéz lenne, hogy egyszer csak bejelentem, hogy hello, fater, megyek, mert meg gyerkőt egy hónapra elutazom. Miért ne? Nem. Én nem tudnék létezni. Nem azért, mert nem vagyok kalandvágy. Nekem még nincs gyerek. Hanem egyszerűen én az, hogy nem tudom megölelni a gyerekemet, nekem az, és beleűrülnék abba az a kötelék, ami közt szerintem minden anyában benne van, az ma már ezt nem engedi meg. Amíg ő nem volt, mondjuk akkor a kötelék a kutyám volt, most is van ugyanígy, tehát én ugyanúgy szeretem persze az állatokat, akkor meg az volt, hogy hát persze nem bírok. Na igen, a bonifáciát. Csak a sztoriban az a pláne, hogy egyedül vagy önmagaddal. Igen. És ez az amit nagyon kevesen tapasztalnak meg általában a mindennapokban, hogy egyedül vannak önmagukkal. Ugye sokszor csinálják azt, hogy leülünk a tükör elé, igen, na, jó, de amikor tényleg csak önmagadra számíthatsz, az önmagad döntéseivel kell ott tényleg szembesülnöd, akkor hogy most melyik szállodát választom. De ez a minden nap, nem kell az elutazni, minden napokban megteheted ezt, minden napokban dönthetsz egyedül, nem kell, hogy elutazd, tehát én legalábbis én magam, igen, nem, mindenki hiába meg vagyok. A maga eszköze, de igen, tehát nekem az nem kell elutaznom. Igen, csak ugye vannak dolgaid. Azért javaslom az utazást, mert akkor nincsen dolgod. Tehát nincsen valami, amihez igazodnod kell. Hát tanulunk belőle, de nekem meg például az a tapasztalatom, hogy akármilyen önismereti tréningről beszélünk, vagy önismereti folyamatról, ha az ember ezt tényleg komolyan gondolja, meg hisz benne is csinálja, akkor nem csak önmagát érti meg, hanem a körülötte lévőket is, és ez nagyon fontos. Hát, mert az ember akár egy tragédia kapcsán mindig így ellenkezik, és ti nem érthetitek meg, csak azért se. És például én, amikor egy ilyen magamban mélyedéses időszak volt, akkor én például megértettem azt, hogy amit én pitiáner kicsi dolognak gondoltam a környezetem, be, akkor ott neki az a legnagyobb baja, és tiszteletbe hát kell tartanom. Hát igen, ez olyan, mint a gyereked a homokozóban elveszíti a lapátját, és más kineved, de neked, igen. Esve, és te elbagatellizálod azt a problémát, és a gyerek azt csalódni fog benned, és azt fogja mondani, hogy anya, de hát nekem ez a legnagyobb bajom. Más tudatszinten vagytok, de az ő tudatszintjén az a legfontosabb Köszönöm. Dolog, hogy hogy elveszítette a kis homokozólapát. Lesz nagyobb bajod is. Izgalmas itt jelen lennem ezen a beszélgetésen, azért tényleg, mert ugye ahogy elkezdtünk arról beszélni, hogy autonómia, ki vagyok én önmagam, mire vagyok képes, és úgy meg tényleg itt tapasztaljuk meg, hogy ahhoz, hogy én legyek, aki nem én vagyok, azt ki kell belőle zárni. Igen. De hogy tudom meg? Ugye, hogy én ki vagyok, hogy próbára teszem magam, igen, de aztán hosszasan csak nem megy, hogy csak úgy egyedül, és hogy van egy olyan, Schopenhauer írta le a filozófus azt a példázatot, és az annyira jó, hogy a sünök télen nagyon fáztak, és akkor melegedni próbáltak, és addig meddig fészkelődtek, hogy a tüskéikkel ne szúrják meg egymást, de elég meleget tudjanak adni. Hogy az, hogy magunk legyünk, önmagunk, az rettentő fontos. Ugye vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messzefény. Ugye, hogy igen, ez akarunk lenni olyan nagyon magunk, csak aztán nincs boldogság. Mert az meg csak akkor van, hogyha addig meddig fészkelődünk a kapcsolatban, míg nem szurkáljuk egymást, de elég meleget tudunk adni. Viszont észre lehet venni, ha szurkáljuk egymást, és visszafordítható a folyamat. Így van. Abszolút visszafordítható. Hát igen. És én mondjuk könnyedén mondhatom azt, hogy a művészetnek mekkora segítség lehet. Ugye itt művész emberek ültök, tehát ez mint terápia, nem őke biztos megerősítesz hát biztos. Ebben. Ez is egyrészt azzal, hogy nektek könnyebb legyen, meg azzal, hogy mások meg tudják. Megkérdezzük emőkét, hogy mennyi volt a terápia, amikor vége lett a műsornak. Az önvallomás az óriási jelentőségű, az, hogy önfeltárás, hogy képesek vagyunk magunkat kitárni, megmutatni, ez akkora kincs, hatalmas példa, ez magába véve egy érték. Nagyon. És a fájdalom az a művészeknek a legnagyobb, és szerintem a legjobb alkotóerő,
nem? Tehát, hogy bármiből lehet iklődni, de az első mindig a fájdalom, aztán jön a napsütés, ha már megtanuljuk a fájdalmat, jön a napsütés, az emberek arca, bármi, ami szembe jön velünk az utcán, de először a művész első alkotóereje az mindig a fájdalomból jön. De több is ér minket, tehát akárvelő nézzük, hát nyilván azért körbevesznek emberek televízióban szerep, velünk nyilván, és hát ugye még több támadásért. Na most akkor még többet kell legyűrni, tehát az igazából majdnem ez a megfelelni vágyás, amikor ugye az az első, igen, tehát az az első, amit gondolom, és oké, most kiállok a színpadra, és tényleg most mindenkinek nem tudunk megfelelni, de erre rá kell jönnünk. Szerintem ez most így volt kerek, és ha még nem is énekeltetek nekünk, meg zenéltetek nekünk, akkor is szerintem a szavakkal nagyon sokat adtatok, és ahogy Vera mondtad, hogy a napsütést, azt észre kell venni, mert azért lassan itt a tavasz, és csicseregnek a madarak, de sokszor nem érezzük, hogy mennyi erő van bennünk, és hogy milyen hitünk van. Remélem, hogy segítettünk ezzel a mai műsorral. Viszontlátásra!